Na nézzük, mi van akkor, hogyha a feketét nem szeretnénk, vagy nem tudjuk használni? Hát amennyiben úgy alakul, hogy nagyon nehéz a fekete környékén tartani a fehéret. Jelen esetben ez amiatt történik, mert a pirosra szög fölfele visz minket, és ha csak épp be akarjuk gurítani a pirosat a zsebbe, akkor pont csak a falig jut el a fehér, ami még magasságát tekintve nem lenne rossz, viszont ahhoz, hogy még lökhető is legyen a fehér, és ne kelljen falon löknünk, nagyobb lendület miatt sokkal följebb is pattan, onnan viszont már nagyon nehéz a fekete. Ezért egyszerű dolgunk van, hogyha eleve elengedjük a fekete terelését, és próbálunk fölfele menni, ahogy más videóban beszéltünk róla, célszerű valami megbízható fix pontra terelni, és a kék az ebben a szempontban nagyon-nagyon sokszor segítségünkre van. Csak ez egy sima stoplökés volt, ugye? Így van, ez egy nagyon-nagyon egyszerű kivitelezhetőségű lökés. A tempóját kell tudni jól megválasztani, hogy ne csövet tereljünk a kékre, vagy ne pont a falon maradjunk, de itt még ha tovább gurult volna, akkor is mindenképp használható lett volna a helyzet. Mondjuk a videó célja az volt, hogy a kékre terelünk, de hogyha ott van a sárga, zöld, barna, akkor is tökéletesen jó irányba tartottunk volna arra fele. Hogyha csövet terelünk a kékre, akkor lemondunk gyakorlatilag minden előnyéről a helyzetnek, és akkor teljesen biztos, hogy egy középhosszú vagy hosszabb lökésünk marad. Hogyha rövidre érkezünk és a kék alatt maradunk, tehát akkor kényszerűségből vagy körbe kell hozni szintén sok fal érintésével a fehéret, ami nagyon nagy lendületet igényel, vagy pedig még távolabb lökést hagyunk, hogyha ha van szabadon álló piros, akkor azt lehet onnan még akár megterelni, de az szintén egy kicsit nehezített körülmény. Sokkal egyszerűbb, sokkal kevesebb energiát igényel odafigyelni arra, hogy eleve a kéknek a jó oldalára érkezzünk, ahonnan elképesztően könnyű dolgunk lesz, mivel szintén az így kapott szög az asztal a fekete oldali tér felén bárhova tud minket vinni, attól függően, mire van igényünk. Szuper. Most ugye ismét a szög felfelé visz, nem a fekete felé, úgyhogy megint a kéket kell segítségül hívni. És itt azért a játékosok többsége a fal segítségét vesz igénybe, ugye? Így van, azért praktikus falat használni, meg merni használni, mivel azzal meg tudjuk nyújtani a fehér útját, ahogy közlekedik a végpontjához, és ez sokkal-sokkal könnyebb megoldás, mint hogyha az adott pontra merőlegesen próbálunk egy 5-10 centis helyen megállni a golyóval. Itt szintén növeljük azt az optimális területet, ahol meg tud állni egyáltalán a fehér éles, hogyha oda képzeljük a kis pontértékű színeseket, akkor azokhoz is tökéletesen idomul az a megoldás, mert ha túlgurulunk a kéken, akkor azokat tudjuk lökni a későbbiekben. Uh-huh. Arányéban szerintem egy 2,5-3-szor hosszabb területen tud jól megállni a fehér, mint hogyha simán csak függőlegesen fölfele indult volna. Hogyha egy kicsit lejjebb találom el a bocsánat, kicsit nagyobb síbert rakok bele, és korábban nyílek falat, tehát a falat találom el lejjebb, és visszapattintom a fehéret, akkor ez még tovább mutatható az optimális zóna, mert ahogy távolodunk ott a kéktől, akkor még ugyanúgy ott még egy plusz falérintés is lehet, ami nekünk segít. És még egy állás a végére. Ugye itt is a túl vékony szög miatt, tehát vékony találat miatt nem tudunk a feketén maradni, úgyhogy két falról itt is érdemes a kékre menni, itt is figyelve arra, hogy a kék fölé érkezzünk.